Lezárták a parkolót, félpályás korlátozás várta a közlekedőket ma délelőtt a Múzeum utcában. Itt folytatódtak ugyanis a decemberben félbehagyott fasori munkálatok. A remények szerint most már januárban be is tudják fejezni a tervezett gajazási munkákat, mondta a Várva Kft. Főkertésze. Pozsonyi Edina elmondta, voltak és lesznek helyszínek, ahol le is kell zárniuk egy útszakaszt vagy sávot. Ilyen volt ma a Múzeum utca is, ahol gajazást kellett elvégezniük, majd rögtön mentek is tovább a favágók egy újabb helyszínre. Innen a favágók tovább mentek a Kossuth-Ferenc utca 46 társasház környékére. Ott is körisfát és tuját, egyéb örökzöldeket fognak egy kicsit gajazni. Lezárásra kerülnek parkolók a holnapi napon a Rákóczi út 62 társasház környékén. Ez ugye mindenki ismeri, egy belső udvar. Ott kérem az ott lakókat igazából, hogy a holnapi napra hagyják szabadon ezeket a parkolóhelyeket, de a kollégáim már a ma este folyamán ezeket le fogják zárni, és szalaggal fogják jelölni a munkák helyszínét. De fontos helyszín lesz a Szövetség utca, annak is a Rákóczi és Kossuth-Ferenc utca közötti szakasza. Itt is az út űrszelvényébe lógó platánágaknak lesz a gajazása igazából, már nagyon lehúzódnak ezek az ágak, nagyobb gépjárműveket éppen már veszélyezteti is adott esetben, ezért kell ezt most megcsinálni. Itt egységesen kezeljük azt a kétoldali fasort, itt 17 fáról lesz szó, és még egy fontos kiemelt helyszínünk lesz a többi apró helyszín mellett természetesen, a külső Kátai úton. Az újonnan megépült kerékpárút mellett is kell gajazás munkát végezni. Az út mellé telepített közvilágítás szolgáló lámpatestek válnak még hatékonyabbá és hasznosabbá azzal, hogy elvégzik a virágítás erejét csökkentő gajak levágását.